75 évvel ezelőtt hatalmas ünnepség keretében Kecskeméten ért véget a Terézvárosi Tornaklub csillagtúrája. A különleges rendezvényen avatta fel Tildy Zoltán, a Magyar Köztársaság elnöke, a háború után újjáépített transzkontinentális műutat. Az országos visszhangot kiváltó eseményről a Magyar Filmhíradó is beszámolt. Kecskeméten fejezték be a magyar csillagtúrát, melyen a legkülönbözőbb típusú és kategóriájú autók és motorkerékpárok vettek részt. Tildy Zoltán, köztársasági elnök és Gerő közlekedésügyi miniszter nagyszámú közönség jelenlétében nézi végig a változatos autókaraván érkezését és az ezt követő ügyességi versenyt. Tildy Zoltán adja át a győzteseknek.